és a Föld napja kapcsán kiírt pályázatról fogunk, alkotói pályázatról beszélgetni Pázmány Ágnessel, az Apor Vilmos Főiskola művészettörténészével, oktatójával. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye már lezárult a régen a jelentkezés erre a pályázatra, most jelenleg a zsűrizés folyik, de mondjuk el a nézőknek egy picit röviden, hogy mi volt a lényege ennek a pályázatnak, és miért a Föld napján írták ki. Nagyon aktuális kérdést vetettünk fel, ami szerintem, nem csak szerintem, hanem kollégáim és hát hallgatóink számára is középpontba került, pontosan így a Föld napja kapcsán. Ugyanis nagyon azt tapasztaljuk, hogy a kisgyerekek, az óvodások nagyon elkötelezettek a természet védése, a hulladékok külön szelektív gyűjtésében, és ebben maximálisan támogatják őket az óvodapedagógusok. Ugyanez felfedezhető az alsó tagozatos kisiskolásoknál is, sőt a szülőket is nevelik. Most ugye ahogy ők nőnek, egyre jobban több hatás éri a gyerekeket, így ez egy kicsikét kopni látszik. Nem olyan felelősséggel fordulnak afelé, hogy a klímaváltozás, vagy egyáltalán miért olyan fontos, hogy a Földet ők megkapják olyan állapotban majd, ahogy mostanságban már nem a legjobb. És nekik mit kellene tenni azért, hogyha ők majd ezt továbbadják. Na most ebben nagyon nagy a felelőssége a szülőnek, a családnak, a pedagógusoknak, és azt látjuk, hogy minden az óvodába kezdődik. Tehát ha ők ott megfelelő támogatást kapnak, akár óvodakert, akár ültetésekkel, akár a megfigyelésekkel, a méhecskék megfigyelésével, vagy éppen a kismadarak itatásával, akkor ez nekik egy nagyon fontos kérdés lesz, és tevékenység. Mi ugye a pedagógusként ezt mindenképpen támogatjuk, és támogatni szeretnénk, mert érezzék át a felelősséget később is. De bennünk is nagyon nagy a felelősség, nagyszülő, szülő, pedagógusban, hogy adjuk át a Földet, és hogyan őrizzük meg, és az értékeikre hogyan nyitjuk rá a gyerekeknek a szívét, a lelkét. Igen. Ahogy most itt beszélgetünk, ugye az jut eszembe, hogy nyilván amikor még nagyon kicsi egy gyermek, vagy nagyon, tehát hogy fiatalabb, addig ugye kevesebb téma van, más egyéb téma, ami még lekötheti a figyelmét. Aztán ahogy cseperedik, vagy kamaszodik, akkor aztán minden más fontossá kezd válni, emberi kapcsolatokon keresztül az iskolában, a baráti kapcsolatok szövődése és egyéb dolgok, meg aztán a továbbtanulás. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmet, például erről a témáról. És hát gondolom, hogy akkor a pályázat kiírásának a célja az is volt, hogy a fókusz ezen is tudjon maradni. Mi volt a legfőbb vezérvonal a pályázatnak? Mit kellett benyújtani rá, milyen pályamunkákat vártak? Nagyon széles körű volt, nem akartuk meghatározni a technikát, és középpontba állítottuk azt, hogy a kreativitást fejlesszük a pályázat készítése közben. Tehát 5 korosztálynak jelöltük meg, óvodásoknak, alsó tagozatos kisiskolásoknak, felsősöknek, középiskolásoknak, illetve a felsőoktatásban is meghirdettük a pályázatokat, és ahogy itt elhangzott, hogy a kicsiknél még ugye jobban lehet fókuszálni, tehát alsó tagozatra és óvodáskorúakra, ez megmutatkozott a beérkező pályamunkák számában. Több mint 250 pályamunka érkezett be. Eleinte nagyon nehezen, izgultunk is, hogy hát sikerült-e jól kiírni a pályázatot, meg tudtuk eléggé szólítani a gyermekeket, illetve hát a kamaszkorúakat is, és hogy a kollégákhoz is eljutottak-e az információk, és valahogy június a lejárat előtt, a pályázat határidejének lejárata előtt rohamszerűen érkeztek a pályázatok, 16 megyéből kaptunk alkotásokat, óvodákból, alsó tagozatról, tehát ez is mutatja, hogy onnan több pályázat jött be arányaiban, és amit ott az előbb említett, hogy felső tagozat, meg hát a középiskola, ott már kevesebb.
felsőoktatásban megint. Nagyon jó, hogy három olyan szociális intézményből is kaptunk pályázatot, ahol hátrányos helyzetű gyermekek vannak, vagy kiemelt figyelmet igényelnek, és ők is nagyon értékes kvalitásában, témájában és kidolgozásában is nagyon szép pályamunkákat küldtek be. Most akkor tehát a zsűrizés folyamata zajlik. Ennek mikor lesz vége, és végül akik helyezést érnek el, milyen nyereményben részesülnek? A zsűrizés gyakorlatilag már elkezdtük június végén, mikor láttuk, hogy hatalmas anyaggal találkozunk, hiszen például előfordult az, hogy egy óvodából szinte minden csoportból küldtek be alkotásokat. És nagyon sokrétűek az alkotások, ahogy említettem, már nem kötöttük meg a technikát, tehát nem csak síkbeli, hogy rajzokat küldtek a gyerekek, festményeket, applikációkat, de térbeli alkotások is megszülettek, és ezek a óvodásoknál is, de ennek talán az aránya a nagyobbaknál még jobban megjelent. Ugyanígy különlegességként, hiszen beírtuk a pályázatba, hogy lehet, filmet is kaptunk, videókat is kaptunk, és mindegyik egyéni problémákat vett fel, hogy például meg lehet-e úgy menteni a Földet, hogy itt maradhasson majd az emberiség, vagy hogy lehet-e valahova majd átköltözni. És igazából azzal zárul az a kis filmecske, animáció, hogy nincs más perspektíva jelenleg, tehát igenis feladatunk ezt a Földet megőrizni, és még jobb állapotba továbbadni. A díjazásnál nagyon nagy gondba vagyunk, mert eredendően ugye az öt életkori szakasznak megfelelően írtunk ki díjakat, tehát hogy az első három helyezett kap díjat. A nagyobbaknak általában utalványokat, tehát könyvutalványt szoktunk jutalmazásul megadni. A kisebbeknél pedig kedveltebb az eszközök, technikai eszközök, jó minőségű, például zsírkréta, vagy éppen egy jó minőségű grafitkészlet, vagy ecsetkészlet, amellyel ők aztán boldogan alkotnak majd a továbbiakban is. Zsűrizést elkezdtük már, és valószínűleg jövő héten fejezzük be. Uh-huh. Három tagú a zsűri, Megyeriné Runyó Panni kolléganőm, aki a matematika és természettudomány informatikai tanszék vezetője, akitől az ötlet ered is, ennek a pályázatnak a meghirdetése. Ő tulajdonképpen össze is fogja a pályázatot, ő az egyik zsűritag, Balog Ágnes kolléganőnk a másik, és ugyanarról a tanszékről, én pedig a vizuális nevelés részéről vagyok itt, az anyanyelv és művészeti tanszék, egyházzenei tanszék részéről, mert összefogtunk ennél a hatalmas nagy feladatnál, és így van, aki már zsűrizett, én pedig hát jövő héten fogok zsűrizni. Külön zsűrizünk, tehát egymástól függetlenül, pontozásos rendszerben, azért, hogy ne befolyásoljuk egymást, és a végén fogjuk összevetni, tehát a pontok alapján. Megtekinthetőek lesznek esetleg a helyezett pályamunkák, vagy? Mindenképpen arra törekszünk, és ez a kiírásban is szerepel, hogy egyrészt e-mailen értesítést kapnak, meg a honlapon fent lesz a főiskola honlapján az eredmény, másrészt pedig szeptemberben az értékesebb, tehát a helyezettekből és az értékesebb alkotásokból a főiskolán kiállítást rendezünk, amely megtekinthető lesz, és valószínű, hogy föl is kerülnek a munkák is a honlapra. Úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben, ennek mindig örülünk, ha ennyi alkotás jön. Még hadd mondja meg, hogy nem csak Magyarországról érkezett, hanem például Szerbiából, Szlovákiából is. Tehát, és az, hogy 16 megyéből, hát ez tényleg nagyon szép eredmény. Több pályázatot hirdettünk már meg korábban is, fotópályázatot például országos szinten, de ez most szerintem felülmúlja az eddigi pályázatainkat. És nálunk azért nagyon fontos az, hogy például a szelektív hulladékgyűjtés a főiskolán, ez már évek óta középponti téma, de nem csak téma, hanem megvalósítjuk. De a gyakorlatban ez így van, is van. Így van. És hát azt veszem észre, hogy a hallgatóink is, tehát egyre jobban elkötelezettek e felé, és bizony-bizony szinte pár óra alatt megtelnek azok a papírkukák, amelyekben ugye már szelektíve lehet gyűjteni a hulladékot.
És nagyon szeretnénk ezzel összekapcsolni azt is, hogy ugye az volt a témában a lényeg a pályázatban, hogy újrahasznosítás az egyik, a másik pedig a természetes anyagok használata. Most iparkodunk nagyon sok tantárgyban, komplex módon ezeket beépíteni, és a lehetőségeket is megteremteni a hallgatók számára. Például papírból mit lehet készíteni, újságpapírból, vagy pedig akár gipszből, agyagból. Ez ugye, hogy természetes anyagok, ugyanakkor pedig az újrafelhasználásnál, hát itt a papírt említettem az előbb, de az inkább újra hasznosítható, vagy például, hát nem, én nem annyira szeretem a műanyagokat, de hát együtt kell élni ugye a műanyagokkal, de akkor ezt próbáljuk meg még tovább hasznosítani. Tehát ez a két kiírási feltétel nagyon latba esik a pályázatnál, hogy tényleg olyan anyagokat használjanak fel a gyerekek, fiatalok vagy a pici óvodások, amelyekhez akár tippeket is adnak, akár szülőknek, vagy akár nekünk is, pedagógusoknak, hogy lehet ezt tovább. És a kicsiktől tanulhatunk. A kicsiktől feltétlenül, ez egy fantasztikus világ, mert ugye ők teleputtonnyal jönnek, és nekünk azt a puttonyt kell szépen kibontogatni, és nagyon sokat tudunk tőlük tanulni. Tehát ők közelebb vannak még az érdeklődésükben és a felfogásukban a teremtett világhoz, hiszen onnan jövünk, és abból az ember elég elidegenedik, de ők még benne, valahogy benne élnek körülbelül olyan 5 éves, 6 éves korig, akkor jön egy változás, de nekünk az a feladatunk, és pedagógusoknak, nekünk is a főiskolán, hiszen óvodapedagógusokat nevelünk, tanítókat, ahogy már mondtam, szociálpedagógusokat, és hitoktatókat is, hogy a gyermekekben, ahogy felnőnek, ezt a kerek komplex világot próbáljuk meg kibontani, illetve irányt adni, egy iránytűt adni, és ehhez azt hiszem, hogy a hit is nagyon fontos. Az biztos, és a következő beszélgetésünket pedig innen a hittől fogjuk akkor folytatni. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és kíváncsian várjuk a pályázatok eredményeit. Köszönjük szépen, és feltétlenül akkor tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm szépen a beszélgetést.